110 éves a CSE. Jubileum ünnepséget szerveztek a sportpályán. Családi János elnök elmondta, tavaly a járványügyi helyzet nem engedte meg az ünneplést, viszont idén labdarúgó tornával és egyéb programokkal emlékeztek az elmúlt több mint egy évszázadra. A mai napunk apropója az, hogy találkozunk itt a tévéképernyőn keresztül, hogy a Csornai Sportegyesület 1910-es alakítása és hát követően elméletileg és gyakorlatilag is tavaly ünnepelte volna 110 éves jubileumát, sajnos a vírus helyzet miatt ezt nem tudtuk megtenni, ezért most 2021-ben ünnepeljük ezt a 110 éves jubileumot, igaz, hogy most már 111 évesek vagyunk. A mai napon több programot is szerveztünk, reggel 8 órakor kezdődött utánpótlás tornákkal a mai programunk. Az U13-as és U14-es csapatok mérték össze tudásukat. Vendégcsapataink is voltak, Győr-Szent Iván és Győrmény Főcsanak, akiknek ezúton is köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mind a két programban, mind a két tornán eredményt is hirdetünk, és ilyen emlék kupát kapnak azok a csapatok, amelyek az első, második vagy a harmadik helyen végeztek, ami a 110 éves jubileumunkról szól. Szintén a mai délelőtt folyamán közgyűlés is tartotta a Csornai Sportegyesület, ahol megújította az elnökséget és a felügyelőbizottságot, és egy új tagot is választott Cser János személyében az elnökségbe. Az elnökség pedig az alapszabály szerint a következő 5 évre megbízott engem az egyesületnek a vezetésével. Most éppen a felnőtt csapatnak a tornáján vagyunk, annak a szünetébe, a Csorna a Celdömök csapatával játszik. Most még 0-0 az eredmény, hát majd a végeredmény bizony, hogy a Csorna számára pozitív lesz, hiszen itt is emlékkupát fogunk átadni a csapatoknak. A további programunk 12:30-tól egy ünnepséget fogunk tartani, itt az egyesület mellett a parkolóban felállított sátorba. Itt az ünnepségem próbál, köszöntött mond majd Major Andás alpolgármester és jó magam. Meg fogunk emlékezni az elmúlt 110, illetve 111 évről. Amit itt a tévéképernyőn is szeretnék mondani, hogy mindenkinek köszönetet mondok, aki valaha is valamit tett azért, hogy ez az egyesület fennmaradjon és működjön. Úgyhogy itt a tévéképernyőn is szeretném ezt mindenkinek megköszönni, és ebben meg is emlékezni mindenkiről, aki már nem lehet közöttünk azok közül, akik ebben a tevékenységben részt vettek. A délutáni programunk az úgy fog folytatódni, hogy az ünnepség után 3 előadás fog elhangzani, ami a sport és az egészség kapcsolatáról, illetve a sport közbeni elsősegélynyújtásról szól. Erre természetesen várjuk minden résztvevőt, a fiataljainkat, az idősebbeket, a nézőket, akik érdekelhet ez a téma. És azt követően 2 szórakoztató program kerül majd megrendezésre. Nótár Méri fog fellépni először, ezután pedig az Abdai Róbert és zenekara szórakoztatja a közönségünket. Én bízom benne, hogy délután is mindenki jó fog szórakozni, hogy ezen a mérkőzésen is. Tarcsai Krisztián gyermekkora óta a CSE labdarúgója. A saját nevelésű játékos már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. Milyen érzés egy olyan egyesületben dolgozni, amelyik most ünnepli fennállásának 110. évfordulóját? Igazából nagyon jó, 14 éve ebben a sportegyesületben focizok. Nagyon jó hazai pályán játszani, hiszen viszonylag sok néző kijön, barátok, ismerősök. Igazából minden adott, hogy itt jó körülmények között jó focit tudjunk produkálni. Ugye utánpótlás csapataink MB3-ba szerepelnek. Az én korosztályomban nagyon jó eredményeket értünk el. U17-ben 3. helyezést értünk el, akkor az U19-es csapatunk 2. helyezést, és szintén U17-ben volt még egy ezüstérmünk. Nagyon jó társaság volt akkor, és igazából többen bemutatkoztunk abból a korosztályból a felnőtt csapatba. Az ünnepségen Major András alpolgármester köszöntötte a jubiláló sportegyesületet. Ünnepi beszédében elmondta, számos fejlesztés történt a CSE pályán, és az elkövetkezendő években látványos változások várhatók a pálya környékén is. Az egyesület ugye a tavalyi évben ünnepelte volna a 2020-as évben a 110 éves jubileumát, de ugye a tavalyi évben nem tudtunk találkozni az ismert tagok véget. Most van rá lehetőségünk, és örülök neki, hogy össze is tudtunk itt jönni. Láthatunk itt egy folyamatosan bővülő klubépületet.
egy fejlődő sporttelepet, és jön egymás után a többi is. Már átadtuk a munkaterületet, és kezdődik a sportuszoda építése. Ezzel párhuzamosan, alig tőlünk 200 méterre, rövidesen indul a sportcsarnok előkészítési munkái, majd a kiütvezési munkálatai. Ezek hatalmas lehetőséget jelentenek a Csordai Sportegyesületnek a továbbfejlődéshez és a különböző sportágak kiteljesülésében. Gyakran szokták azt is mondani, hogy nem erre kell költeni a pénzt. Mármint nem a sportra, mármint nem a sport létesítményekre, mert vannak más problémák is. Ez igaz, mindig vannak más problémák is. De ha az ember csak a problémára gondol, akkor sohasem fog fölkészülni az azutáni világra. Márpedig utána is lesz élet, utána is lesz Magyarország, utána is következnek fiatal nemzedékek, és őket valahol edzetni, képezni, oktatni és nevelni kell. Igen, voltak olyan idők, nem is olyan régen, amikor beszakadt lelátók, leélt öltözők, beázott sportcsarnokok, rozsdás mosdók várták a sportolókat. Akkor ugyanazok az emberek, akik ma a sportberuházásokat kritizálják, azt mondták, Jézusom, ezek milyen körülmények. Ilyen körülmények között nem lehet sportolni. Ilyen körülmények közé én nem hozom a gyermekeimet. Bevezet Ausztriába. Ott nagyon jó körülmények vannak. Ma ugyanezek kritizálják a tornatermek, sportcsarnokok, uszodák, stadionok építését. A mi célunk az, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk itt Csordán, lépésről lépésre. Jó legyen itt sportolni. Jó legyen Csordán sportolni, és szeressenek idejönni az emberek. A magyar alkotmányban van egy mondat, melyet teljes mértékben azonosulni tudok. De talán függetlenül attól, hogy valakinek tetszik-e vagy nem a magyar alkotmány, ez a mondat talán mindannyiunk szívéhez közel állhat. Valahogy így hangzik. Mi abban bízunk, hogy Magyarországot ismét a fiatal nemzedékek teszik majd nagyjá. Már hogyha hagyjuk, hogy nagyjá tegyék. Már hogyha neveljük őket. Már hogyha törődünk velük. Már hogyha engedjük és lehetővé tesszük számukra, hogy sportoljanak. A Csordai Sportegyesület tekintetében pedig mindezt én biztosítottnak látom. Éppen ezért, amíg a jelenlegi városvezetés van és a lehetőségeink engedik, mindig itt fogunk állni a Csordai Sportegyesület mögött és támogatni fogjuk a Csordai Sportegyesületet. Ennek fényében engedjék meg, hogy a Csordai Sportegyesületnek legalább akkora sikereket kívánjak az elkövetkezendő 110 évre, mint amilyenekkel a klub jelenleg is büszkékedik, és kívánom, hogy hétről hétre okozzanak sok örömöt a sporteseményekre kilátogató csornai és Csorna környéki szurkolóknak. Isten éltessen Csornai Sportegyesület, hajrá Csorna, hajrá Csillese! Családi János elnök elmondta, a Csillese pályán és a környékén megvalósuló beruházások nagy segítséget nyújtanak az elkövetkezendő generációknak a korszerű, mindent igény kielégítő sportoláshoz. Itt a polgármester úr utalta arra, hogy nagy terveink vannak itt az önkormányzatnak, többek között az úszoda, az már biztos, hogy megépül. Itt mellettünk megépülhet egy nagyon komoly sportcsarnok, ami nem csak arról szól, hogy egy téglalap alakú épület lesz, hanem sokkal több annál, és ezt szeretnénk mi is tartalommal megtölteni. Ugyan főleg a női kézilabdával voltak ilyen mellékzöngék az elmúlt időszakban. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy mi túléltük az időszakot. Akik annak idején elindítottak valamit, amikor úgy gondolták, már nem érdekük, abba hagyták. Tehát azt gondolom, ha valaki a női kézilabdával gondolkodik, akkor ez a Csordai Sportegyesületbe kell, hogy gondolkozzon a jövőbe, pláne úgy, hogyha a sportcsarnokunk is el fog készülni. És ugyanúgy a küzdő sportoknak is, remélem ez az új sportcsarnok majd hely fog tud adni, és még jobb körülményeket tudunk biztosítani, mint az eddigi bérelt helyeinken. Most pedig Major András alpolgármester úr emléklapot ad át Családi János részére a Csornaváros önkormányzata nevében. Az ünnepségen emlékplakettet vett át Major András alpolgármester Családi János elnöktől. Mi is szeretnénk ezzel megköszönni az önkormányzatnak az eddigi támogatását, és ehhez kapcsolódnék Andrásnak az utolsó mondatához, hogy a jövőben is szeretnék, és céljuk, hogy támogassák a sportot, azon belül a sportegyesületet, a Csornai Sportegyesületet. Hát mi is erre számítunk, és ennek a jó kapcsolatnak az elejéig szeretnénk megköszönni az elmúlt időszak támogatását az önkormányzatnak.
ugyancsak emlékplakettel ismerték el Bella Rudolf több évtizedes tevékenységét. De én az Egyesület nevében még egy embernek szeretném megköszönni a tevékenységét, aki a rendszerváltás óta folyamatosan az Egyesület mellett van. Önkormányzati képviselőként is folyamatosan támogatta az Egyesületet, ha éppen olyan városvezetés volt, aki szerette a sportot, ha éppen olyan volt, aki nem szerette a sportot, és anyagilag is rendszeresen szokta támogatni meg munkával is az Egyesületet, úgyhogy a Bella Rudolfnak szeretnénk még egy ilyen emlékplakettet átadni. A labdarúgó tornák sportolóit is díjazták. Az U13-as korosztályban harmadik helyezést ért el a Csiese U16-os lánycsapata. Második helyen végzett a Fehér U13-as csapat. Első helyzet lett a Zöld U13-as csapat. Az U14-es korosztályban a Csornai csapat bizonyult a legjobbnak. A felnőtteknél második lett Celdömök csapata. A felnőtt labdarúgó tornát a Csiese nyerte meg. Gratulálunk a résztvevő csapatoknak!